Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Szóvetés aktuális műsorában. A mai alkalommal az állattenyésztés lesz Porondon. Tisztelettel köszöntelek, Zsombor. Wagenhofer Zsombor a vendégem, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója. Zsombor, a MÁSZ egy nagyon nagy hagyományokkal rendelkező szervezet. Mielőtt belemennénk a napi aktuális dolgokba, amiben azért sajnos lesz probléma is bőven, egy kicsit tekintsük át, hogy mi az a MÁSZ, honnan eredeztethetjük, és hogy jutottatok el arra a szervezettségi szintre, ahol most tartatok. Szervusz Balázs, hát régi története van a MÁSZ-nak, hogyha teljesen vissza akarok menni, akkor 1830-ig kell visszamenni. Gróf Széchenyi István alapította a Magyar Állattenyésztő Társaságot, vagy Állattartó Társaságot, és ebből nőtte ki magát a Magyar Országos Magyar Gazdasági Egylet, aztán Egyesület. 1835-től 1945-ig ezt képviselte a magyar állattenyésztést, tehát ez nagyon hosszú idő, és egy nagyon komoly szervezettséget ért el az állattenyésztő társadalom ebben az időszakban, és hát itt nagyon komoly eredmények is fémjelzik ezt az időszakot, mert ugye hát a szervezett módon történő állattenyésztés az Mezőhegyesről indul, meg egyébként Bábolnáról és a lótenyésztéssel, aztán a múlt század vége fele a sertéstenyésztés, szarvasmaratenyésztés, juhtenyésztés is nagyon komoly szintre jutott európai, és hát akkor világviszonylatban is a magyar tenyészállatokat számon tartották. Bocsáss meg, milyen ágazatokat ölelt fel akkor ez az együttműködés? Elsősorban lótenyésztés volt az, ami ennek az egésznek a motorja volt. Uh-huh. Széchenyi István is azért alapította ezt az egyesületet, hogy a lovas sportokat kiszolgálja a lótenyésztés, de aztán ez kinőtte magát, tehát a többi ágazat folyamatosan csatlakozott ehhez, uh-huh. Ez egy szerves fejlődés volt. Tehát a lóból indult, a lótenyésztésből indult, mint ahogy a szervezett tenyésztés is, ahogy mondtam, Mezőhegyes 1784, aztán 1789 Bábolna. Hát itt a neveket kell megemlíteni, mint Csekonics József, vagy Petkó Szanner Tibor, akik azért világszinten is letették a névjegyüket a tenyésztésben. És aztán 45 után az állam vette át az irányítást, és következett egy közel 45 éves központosított irányítás. És aztán a 80-as évek vége, rendszerváltás után, amikor civil szervezetek alakulhattak, akkor jöttek létre a fajta egyesületek. És aztán a MÁSZ, az Állattenyésztők Szövetségét 1995-ben hozta létre a négy faji szövetség, a szarvasmarha, a sertés, ló és a juh tenyésztők szövetsége. Papócsi László volt az első elnök ennek a szövetségnek, és hát az volt a cél, hogy ha valaki az állattenyésztéssel kapcsolatban stratégiai célokat szeretne megfogalmazni, vagy tárgyalni akar az állattenyésztőkkel, akkor ne külön-külön kelljen a sok egyesülethez futkározni, hanem ezt valaki fogja össze. És hát jelenleg több mint 30 tenyésztő egyesület a tagja a MÁSZ-nak. Éppen 2022-től már a MAHAL is, tehát a Haltenyésztők és Haltermelők Országos Szövetsége is itt van a köreinkben, de itt vannak a csinchillatenyésztők, itt vannak a méhtenyésztők, az őshonos tenyésztők, és hát a nagy faji szövetségek, hogy az előbb is elmondtam, a sertés, szarvasmarha, ló és a juh szövetség. Egyedül a baromfi az, ami olyan szinten a hibridek által vezérelt már a árutermelésben, hogy ott a terméktanács fogja össze a tenyésztőket is. Korábban többi... egyébként máshogy volt? Tehát volt olyan időszak, amikor a baromfi ágazat is a MÁSZ-hoz, vagy az elődő szervezetekhez tartozott? Igen, egyébként 1995-ben, amikor alakult a szervezet, nem sokkal később a Baromfi Terméktanács az társult tagja volt az Állattenyésztők Szövetségének, csak aztán a 2000-es évek elejétől önállósodott teljesen a Terméktanács, de egyébként kiváló kapcsolatban vagyunk a Terméktanáccsal, minden stratégiai együttműködésben részt veszünk közösen, tehát nagyon jó a kapcsolat, de hát ők a terméktanács, termékpálya szervezettség irányába indultak el. Igen, meg ugye az integráció az más méreteket öltött, mint a többi ágazat vonatkozásában. Gondolom, ez is egyfajta motiváció lehetett nekik. Így van, meg egyébként példaértékű a baromfinál az integráció, ugye nagyon sokan mondjuk, hogy sokszor mondjuk, hogy a többi ágazatban is kellene az integrációt erősíteni. Egy kiváló példa a baromfi ágazat, és ez azért az elmúlt évek bebizonyították, hogy az ilyen csapások, amik érik az ágazatot, azok könnyebben elviselhetők, hogyha egy szoros integrációban dolgozik az ágazat. Mm. Jó. És Zsombor, azt sem titok, hogy a Magyar Állattenyésztők Szövetsége az egy olyan választási szövetségnek a rész volt, és most a következő ciklusra is a része, amelyik a kamara vezetését viszi. Így aztán
ugye a MÁSZ elnöke, Zászlós Tibor, alelnöki pozícióban van a kamara választott tisztségviselői közül, és ugye te pedig osztályelnökként viszed az állattenyésztést, és hát a MÁSZ nagyon sok tagja vállal tisztséget a kamarában. Ezt a munkát erről is köszönöm. Egyébként ti hogy ítélitek meg a kamara létrejötte, az mondjuk a MÁSZ-nak az érdekérvényesítő képességét, vagy egy általában a működését, az milyen értelemben befolyásolta? Hát azzal, hogy ilyen szoros együttműködés van, ahogy te felsoroltad, a vezetők között is, meg hát több mint 30 MÁSZ tag szerepel a különböző megyei listákon, illetve osztályelnökök több megyében is. Tehát ilyen formában nagyon szoros az együttműködés, és kiváló az együttműködés. Nem tudom, mi lenne akkor, hogyha ez nem így lenne, és kívülállóként kéne a kamara működésére véleményt mondani, de így, hogy bent vagyunk, és alkotjuk ezt a köztestületet, így csak azt tudom mondani, hogy a legjobb az együttműködés, hiszen amit mi mondunk, azt, hogyha átülünk a másik székbe, vagy nem ülünk át, akkor sem mondunk mást. Jó, Zsombor, akkor szerintem a történeti és a működési portfólió elhelyezését akkor azt elvégeztük. Most egy kicsit beszéljünk az állattenyésztésnek hát mondjuk az idei évéről is lehet, de az jelentős részben, mivel az év elején vagyunk, inkább csak előretekintés lesz, úgyhogy vegyük hozzá a múlt évet is. Hát nem egy egyszerű időszak. Egyáltalán nem. Éppen nézegettem, hogy készültem erre a beszélgetésre, hogy mert azt szoktuk mondani, egy évet azért ne nézzünk az állattenyésztésben, meg általában a mezőgazdaságban. Akkor kiragadunk egy évet, és az alapján próbálunk megítélni akár jó vagy rossz folyamatokat, azért az tévútra vezethet. Tehát 3 vagy 5 évet szoktunk nézni, én is visszatekintettem 3-5 évre, és azért 18-19 azért az egy jó éve volt az állattenyésztésnek, mezőgazdaságnak se volt rossz, bár a növénytermesztésben azért ezek az időjárási viszontagságok azért beleszóltak, de az állattenyésztésnek 2019 kifejezetten jó éve volt. És aztán jött a Covid 2020-ban, pedig hát úgy álltunk neki 2020-nak, hogy aztán még egy jobb év is lehet, mint 2019, a kínálat és a kereslet egyensúlyban, vagy nem is egyensúlyban, inkább húzta a kínálat a keresletet, vagy a kereslet a kínálatot, de aztán a Covid ezt nagyon hamar keresztbe törte, tehát tavasszal, ugye márciusban elindult Magyarországon is sajnos ez az a helyzet, hogy le kellett zárni nagyon sok mindent, aztán voltak pánikfelvásárlás, és a többi, de aztán ez hosszabb lett, mint gondoltuk. Azt gondoltuk, hogy azért néhány hónap alatt ezen túl leszünk, ez nem így lett. Minden hát, magyar... Még most is benne vagyunk. És most is benne vagyunk, és minden magyar állampolgár érzi ezt a bőrén. És aztán jöttek az egyéb olyan következmények, amire az akkor még nem gondoltunk és nem számoltunk, mint például az ellátás nehézségei miatti óriási áremelkedések, akár a vitaminoknál, vagy a fehérjehordozóknál. Aztán az időjárás, illetve a különböző országoknak a... Zsombor, bocsáss meg, ne arra, hogy a szót vágok. Itt hadd kérdezzek bele. Tehát, hogy azt mondod, hogy a különböző inputanyagok, itt most a vitamint, igen, meg a fehérjét emeltet ki, ezeknek az ára az ellátási kockázatok miatt emelkedett. Ez a kockázat, ez a mai napig megvan, az ellátási bizonytalanság? Sajnos igen. Tehát ez is hosszabb ideig tart, mint gondoltuk. Senki... Tehát emiatt magasak az input árak? Emiatt is magasak az input árak, és tehát nem az a fő ok, legalábbis az ismereteink szerint, hogy nem tudnak előállítani annyit, amire szükség van, hanem nem tudják odavinni, ahova éppen arra szükség van annyi idő alatt, amennyi idő alatt korábban ezt megtették. Egyrészt nagyon sokan lebetegednek, tehát nem tudják megrakni a kamiont, a konténert. Ezek az utak, az útvonalak megnehezedett a szállítás, mert nagyon sokan akarnak egyszer átmenni akár egy szűkebb részen, illetve a gyártásnál is az, hogy lebetegednek, az, hogy egyik terméket, ami alapvető, hogy a másik előálljon, például ez az aminosavak esetében, és azt, hogy Kínában történik ennek mondjuk az előállítása zömmel, és Kínában van egyébként a legnagyobb aminosav gyárak ott találhatók, akkor onnantól kezdve nagyon gyorsan, néhány hét alatt beállhat az a helyzet, hogy mondjuk Kína azt mondja, hogy ő neki elsősorban az országon belüli ellátást kell biztosítani, aztán utána vigyetek majd exportra. Tehát volt egy ilyen helyzet, illetve van egy olyan helyzet a takarmányoknál, hogy pont a sertésnél ugye Kína elkezdte fölépíteni újra a sertéságazatát, ezt úgy kezdte, hogy többek között takarmányból betárolt, és elkezdett vásárolni nagy mennyiségben. Ezek mind megborították a világpiacot. Tehát itt sokszor azt gondoljuk, hogy az a probléma, hogy nincs elég termelés. A fő probléma nem ez. A fő probléma az, hogy az ellátási láncok akadoznak. És akkor ez a mai napig kihat. És ez mai napig számoltok vele, hogyha ez a
rendszer az egyensúly fele elmozdul, akkor akár konszolidálódhatnak az árak? Vagy hát, ez már nehézkes, lefele mindig nehezebben megy. Meg hát majd, hogyha beszélünk arról, hogy az input árak gyors emelkedését egy termelőjár nem tudja így követni, ez is egy érdekes tanulság. De mondjuk azt most itt, ezt a gondolatot még egy kicsit befejezve, mármint az, hogy a termelőjárak és az input árak emelkedése miért nincs összhangban, erre is nagyon sokan sokféle magyarázatot adnak, de én amióta az eszemet tudom, azóta az történik, hogy a felvásárlási árak, a termelőjárak, azok nem tudják követni ezt a tempót. Most meg olyan gyors lett a tempó, hogy pláne nem tudják követni, és hát ebből van az, hogy nagyon el van maradva a felvásárlási ára a termelőjárhoz képest, de visszakanyodva az, arra, amit mondtál, hogy mikor lesz itt egyensúly. Hát egyrészt a világ még mindig, a népesség növekszik. Most lassan már 8 milliárdan fogunk élni ezen a földön. 2025-re 8,2 milliárdot jósolnak, de hát ezek a jóslások sem jönnek be sokszor. Mindenesetre az biztos, hogy egy csökkenés még azért mostanában nem fog bekövetkezni. Tehát ez már eleve egy húzó hatást fejt ki. Bármennyire is, és majd biztos kitérünk a vegán, illetve a vegetarianizmusra, hogy ez terjed, azért ennek a részaránya a világviszonylatban is talán 5%-ot, ha képvisel az összlakosságot tekintve. Egyébként 4-500 millióra becsülik a vegetáriánusok és nem a vegánok arányát, de hát itt India az egyik nagy szelet, hiszen a több mint 1 milliárdos lakosságának egy jelentős része az vallási okok miatt is vegetáriánus. Tehát ilyen formán a fejlett világban ez egy nagyon szűk rész, réteg, tehát a fogyasztása a fehérjéknek, az állati termékeknek az biztos, hogy emelkedni fog. Uh-huh. Tehát egyensúly mikor alakul ki, és hogy tud kialakulni úgy, hogy az egyik oldalon egy erős keresletnövekedés van, illetve a globális kereskedelem miatt, és erre is érdemes kitérni, és sokat beszélünk róla mostanában, hogy az se normális azért, hogy ide-oda hurcolásszuk az élelmiszereket nagyon messzi távolságokra, és a helyi termelők pedig tönkre mennek ebben, és az önellátási szintje a legtöbb országnak az nagyon erősen csökken. Zsombor, de akkor felteszik a kérdést az emberek, hogy rendben van, de hogy lehet az, hogy a jóisten tudja honnan származó marhahús, vagy sertéshús az olcsóbb, mint az itt helyben előállított? Ez is egy nagyon komplex kérdés, mert sokan ezt leegyszerűsítik arra, hogy hát azért, mert ők versenyképesebben állítják elő, mi meg nem vagyunk olyan ügyesek, mint ők. Azért ez nem egészen így van, tehát itt nagyon-nagyon összetett ez a kérdés, hiszen ahhoz, hogy egy termék ideérjen mondjuk a boltba, ahhoz ezt meg kell termelni, a termelési körülmények, ha nem ugyanazok, akkor már igen, lehet, hogy olcsóban állítja elő, de jön a következő kérdés, a szállítás, az, hogy milyen kedvezményekkel tud bejönni, vagy nem kedvezményekkel, mert vámokkal tud csak beérkezni egy adott országba egy termék. Ez is azért befolyásolja, és a kereskedelem, ami nagyon ügyesen tudja kihasználni azt, hogy az áruk nagyon gyorsan tudnak egyik országból a másikba átkerülni, mert a globális kereskedelemet segítő folyamatok vannak világviszonylatban, és egyébként azért azt is tegyük hozzá, ez a kényelmünket is szolgálja, mert azért az egy nagyon kényelmes helyzet, hogy bármikor lemegyek a boltba, és lemelek a polcról egy olyan déli gyümölcsöt, vagy egy olyan terméket, amit korábban, akár amire korábban hónapokat kellett várni, és ez most ott van a polcon. Tehát azért az úgy önmagában nem igaz, hogy olcsóban állítják elő minden, ahonnan ide érkezik és olcsóbb a termék, mert nagyon sokszor van olyan, hogy dömping áron hozzák ide. Tehát van egy ilyen forgatókönyve a termelőknek, vagy kereskedelemben főleg, a kereskedelem szokta ezt alkalmazni, hogy inkább veszteséggel piacra dob egy terméket, vagy árulja a terméket egy adott ideig, és aztán utána majd később ezt ő neki más módon és máshol tudja kompenzálni. Tehát ez a bolti ára mennyi egy terméknek, az nincs minden esetben összhangban, sőt legtöbb esetben azzal, hogy a termelői ára mi volt. De azért az is igaz, hogy azzal, hogy is majd ebbe is biztos belemegyünk, hogy a zöld megállapodás kapcsán Európa próbálja leépíteni az állattenyésztését, és azzal, hogyha ezt kiszervezzük és más országokból fogjuk hozni ide a sertéshúst, baromfihúst, akkor a környezetterhelés és a lábnyom az nem csökkent. Pont erre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy nagyon messziről jön be a termék, az ökológiai lábnyoma ettől nem lesz kisebb, hiába fogunk itt Magyarországon. Meg ahogyan utaltál rá, az európaihoz képest valószínűleg csak inkább környezetterhelőbb módon lehet előállítani bármilyen terméket, most lehet akár növényi, akár állati termékre gondolni. Ez pontosan így van, és például az európai... az állatvédelemről akkor beszéljünk itt egy kicsit. Vagy még egy gondolat, az Európai Unió 5%-át bocsátja ki a globális széndioxid kibocsátásnak, metán kibocsátásnak, és 8%-át a globális széndioxid kibocsátásnak. Ugyanakkor üvegházhatású gáz kibocsátást 55%-kal szeretnénk csökkenteni a 90-es értékhez képest. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 20-as, 2020-21-es mostani időszakhoz képest még egy 30%-ot kéne csökkentenünk.
És akkor azzal a világon mire megyünk? Tehát az az 5% meg a 8% részarányt még egy kicsit ugyan csökken, de elkezdjük behozni majd máshonnan ezeket a termékeket, sokkal nagyobb ökológiai lábnyommal, akkor elértük a célunkat? Nem hiszem. Nem, mert ugye nem Európa, hanem a Föld a mi bolygónk. Igen. Tehát hiába fogunk mi Európában olyan programokat végrehajtani, ami egyébként, ha máshol nem foglalkoznak vele, akkor az semmi más nem eredményez, mi versenyhátrányt a termelőknek. Így van, és tehát nem szeretnék abba a látszatba kerülni, hogy nem vagyunk klímavédők, és nem fontos nekünk a bolygó. Hát ha valakinek, akkor egy állattenyésztőnek nagyon fontos a bolygó, a jövője, hiszen a fű, a takarmány az, amiből az állatunkat, amivel etetjük az állatainkat, tehát szerves egységben vagyunk a természettel, nekünk a természet az egy létkérdés, úgyhogy ez nem lehet kérdés. De akkor a klímavédőkre, illetve a zöldekre, akire rákérdeztél, vagy hát a állatvédőkre, rákérdeztél, ez egy nagyon erős folyamat, és egyre erősebb támadások érik az állattartókat. És most már először én is úgy voltam vele 15-20 évvel ezelőtt, amikor konferenciákon hallottam azt, hogy hát a tehenek böfögnek, és akkor metánt bocsátanak ki, hát ez mennyire környezetterhelő. Hát ezen mosolyogtam, hogy gyerekek, hát van egy biogén szén körforgás, azért ez annak része. Ráadásul a metán az egy 10-12 év alatt elbomlik, szénre, oxigénre, és nem terheli különösebb a környezetet. De aztán hittette. Hittem én, és jó, azt is azért el kell ismerni, hogy azzal, hogy egy intenzív állattenyésztés folyik a világban egyre inkább, mert hát erre is kikényszeríti rá a gazdát. Nem a gazda magától kezdi el istálozni az állatát, csak úgy azért, mert ő neki ez így jobb, hanem azért jobb neki, mert akkor így tud jövedelmező lenni, és így tudja fönntartani a családját, meg hát aztán a szélesebb társadalmat. Növekszik akkor. Tehát itt egy intenzifikáció felé toljuk azzal, hogy globalizáljuk a világot, a termelést. Utána támadjuk az intenzív állattartást, hogy az környezetterhelő. Biztos, hogy ha több ezer állatot tartunk egy nagyon kis területen, akkor az, annak a környezetterhelése az jelentős. Ez kétségtelen. De hogyha ezt kivetítjük az egész bolygóra és az egész világra, meg megnézzük a hatásfokát, meg a hatékonyságát, akkor azt látjuk, hogy 50 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt jóval környezetterhelőbb volt a állattartás, mint amit most tudunk bemutatni. És hogyha ezeket az új technológiákat majd alkalmazzuk, meg elkezdjük már alkalmazni, akár a genomikát, akár a precíziós állattenyésztést, akkor ez jelentősen csökkenthető. Tehát azért ne az legyen a végkövetkeztetés, hogy azért, mert ezek a nagy koncentrált állattartó telepek létrejöttek, akkor az egész világon hagyjuk abba a húsfogyasztást, és szüntessük meg az állattenyésztést. Ez nagyon drasztikus megoldás lenne. És akkor mit gondolsz, milyen irányba kellene nekünk lépni? Én azt látom, hogy az állatvédőknek egy jelentős része egyébként, a jó szándékot nem vitatom el, tehát jó szándékú, de a dolgok mélységét nem ismerő emberekből áll. Mondok egy példát, tehát hogy van néhány ilyen a tarsajomban, tehát kiszabadították a szarvasmarhákat a gazdák fogságából, és beengedték őket az erdőbe, ez azt hiszem egy német példa, ahol egyébként egy része elpusztult a jó országoknak, hát ők nem feltétlenül arra vannak kitalálva, hogy ilyen körülmények között létezzenek. Hol van ebben a mi felelősségünk, meg a lehetőségünk egyáltalán, te hogy látod? Ugye általában a szélsőséges nézeteket azt én nagyon nem szeretem, sem a szakmában, amikor valaki nagyon szélsőségesen próbálja megközelíteni azt, hogy hogyan kell állati terméket előállítani, és akkor elmennek egy nagyon szélsőséges irányba, akár az iparszerű állattartást tekintve. Sem azt nem szeretem, amikor egy szélsőséges nézet kezd uralkodni, vagy legalábbis azt látjuk, és azért ez is egy elgondolkodható dolog, hogy az Európai Unióban egy nagyon szűk kör, és nagyon hangos és jó kommunikáló réteg próbálja elfogadtatni az egész társadalommal azt a gondolatot, amit ők, vagy azt a célt, amit ők jónak tartanak. Azért, mert van Európában egy 4-5%-nyi olyan ember, akik nem szeretnének állati terméket fogyasztani, és úgy gondolják, hogy az állatokat az állattartók kínozzák, az állattenyésztők kínozzák. Egyébként tudományosan ez nincs megalapozva, tehát nem tudják alátámasztani, csak ők úgy gondolják, meg a hitük az ezt diktálja. Ebből kifolyólag olyan óriási gazdasági hatást akarnak kifejteni, és aztán olyan károkat okoznának, ami egyébként visszafordíthatatlan. Mert azért például, hogyha egy állattartó telepet megszüntetünk,
főleg mondjuk a nehéz iparát, a szarvasmarha, mondjuk egy tejtermelő természetet, azt újraindítani nem nagyon szokták. Tehát nagyon könnyű eladni az állatokat, nagyon könnyű leépíteni ezt az ágazatot, de ezt újra fölépíteni az iszonyú nehéz, vagy talán lehetetlen. Hát Magyarországon is azt látjuk, hogy az állomány az nem csökken, az állatállomány egészen, az nem csökken, de az állattartó gazdaságok száma viszont csökken. Tehát egyre kevesebben tartunk ugyanakkora összegű, nagy állategységű jószágot. Ez nyilván azt jelenti, hogy egy gazdánál egyre több jószág van. De bocsánat, az előbb elfelejtem megkérdezni, de ezt egyszer tőlem kérdezte valaki, és kíváncsi vagyok, hogy te mit válaszolsz rá. Ugye azt mondják, hogy az állatok ugye böfögnek, a szarvasmarha, ugye kérődzőknél ez rendszeresen nagyon, hogy metán termelő ágazatról beszélünk. És tőlem valaki egyszer azt kérdezte, hogy azt megnéztük-e már, hogy mondjuk 200 évvel ezelőtt az afrikai, meg az észak-amerikai sztyeppéken, meg a prérin mennyivel több vadállat volt, tehát elképesztő vadbőség volt, elképesztően magas állatsűrűség volt, amit ugye az ember kiirtott, hogy egyáltalán van-e most annyi jószág, mint amennyi akkor volt vadon? Ez egy olyan kérdés, amire már többen nézték a választ, keresték a választ, és van több tudományos munka, hogy mennyi kérődző legelt például Észak-Amerikában. Több amerikai kutatás, egyetemi kutatás folyt arra vonatkozóan, hogy ha most ugyanez lenne a helyzet, akkor mondjuk, vagy bocsánat, hogyha a mostani állategységet nézem, az hány bölénynek felelt meg, és az akkori bölény állomány az több volt, vagy kevesebb volt. Azért azt látjuk, hogy az, hogy az emberi lakosság, ez a 8 milliárd embert etetni kell, és egyébként több állati fehérjét fogyasztanak, meg általában táplálékot fogyasztanak, mint 100-200 vagy több ezer évvel ezelőtt. Tehát ez nyilvánvaló, hogy több, nagyobb az állatállomány, mint ami volt korábban. De nem annyival nagyobb, és nem olyan károkat okoz, mint amit próbálnak rásütni. És az utóbbi időben egyébként az Európai Bizottságnak is az egyik bizottsága, az Élelmiszerbiztonsági Bizottsága felhívta a figyelmet, ez egy elég friss tanulmány tavaly októberben, hogy nézzük már meg, hogy jók azok a kimutatások, amiben itt az állattartást, illetve az intenzív állattenyésztést ilyen szinten próbáljuk felelőssé tenni, mert elkezdték megnézegetni jobban ezeket a számolásokat, számításokat, és rájöttek arra, hogy egyrészt nem jó az, amikor a metán széndioxid egyenértékben fejezzük ki, a biogén, tehát a szerves eredetű, tehát az állati eredetű metán kibocsátás, az teljesen más, mint amikor mondjuk fáklyáznak a kőolaj és a gáz kutaknál. Egyébként nem is tudtam azt, hogy például néhány évvel ezelőtt, 2018-ban annyi gázt fáklyáztak el, mint ami egész Afrikának a gázfogyasztására elég lenne. Tehát ez döbbenetes szám, ami csak úgy a levegőbe elillant. Most ennek a szennyezése, és egyébként Európában is 75%-át a üvegházhatású gázkibocsátásnak az energiaszektor adja, és az ehhez kapcsolódó energia előállítás. Tehát ezeket helyre kéne tenni, és akkor lehet, hogy rájönnénk arra, hogy nem az állattenyésztéssel kellene foglalkoznom ennyit, és hiába fogjuk visszaszorítani, egyrészt még lehet, hogy a végén éhen is halunk, vagy legalábbis egy jelentős része éhezni fog a földnek, ugyanakkor a szennyezés meg nem fog megszűnni, mert ezek az egyéb iparágak, amire annyira most nem fejezünk fókuszt, vagy nincs annyira a média figyelmébe, ott pedig jóval nagyobb eredményeket lehetne elérni. Zsombor, ugye a Green Dealnek ugye van több alstratégiája, ugye az egyik ezek közül azt mondja, hogy fel annyi antibiotikummal kell előállítani a termékeket, mint amennyit eddig használtunk. Ugye ez is egy olyan kérdés, ami azért megosztja a szakmát, hogy egyrészt, hogy el lehet-e ezt érni, a másik oldalon meg, hogy valóban ez-e a cél. Mert mennyivel jobb az, hogyha az európai termelés helyett mondjuk Brazíliába az őserdő kivágásával teremtjük meg a lehetőséget a termelés bővüléséhez, mert nyilván az európai kereslet az nem fog szignifikánsan csökkenni, csak azért, mert a bizottság kihirdetett egy stratégiát. És ugye ennek azért a napi gyakorlatban azért csak meg kell, hogy legyen a következménye. Tehát mondjuk fel annyi antibiotikummal lehet ugyanilyen volumenű állattenyésztést produkálni? Egyébként erről még annyi, hogy az Európai Unióban 50 éve tilos hormont használni, mesterséges hormont használni, illetve 20 éve antibiotikumot hozamfokozásra, termelés növelésre. Sokan ezt se tudják a lakosságot tekintve, hát mi a szakmában ezt tudjuk jól. Azt is látjuk, hogy ahogy egyre intenzívebb az állattartás, próbáljuk egyre gyorsabban előállítani az állati terméket, és így hajtatottan neveljük sokszor az állatainkat, ahhoz képest, ami több száz évvel ezelőtt volt.
Itt ez, mint a Forma 1-es motor, sokkal sérülékenyebbik is ezek az állati szervezetek, és ezeket azért, hogyha betegek, akkor kezelni kell. Tehát ezek a kezelések, és hogyha ezek antibiotikumos kezelések, ezeket nem nagyon lehetne elhagyni. De ha ezt szakszerűen alkalmazzuk, akkor nem következhet be egy nagyon komoly terhelés. A baj ott szokott előfordulni, hogyha szakszerűtlenül, mint a humán vonatkozásban is, nem hagyjuk végre azt az utasítást, amit az orvosok, vagy amit a gyógyszergyárak előírnak, hogy meddig szedjük, mit szedjünk, és hogyan szedjük. Ha ezt össze-vissza szakmaiatlanul kezdjük el alkalmazni, akkor sokkal nagyobb lesz a felhasználás, az eredmény meg nem lesz az. Tehát itt is, hogyha ez szakmaibb lesz, és egyébként ezt szolgálja az új jogszabály, a Magyarországon is januártól életbe lépett jogszabály, nagyon szigorúan kell nyilvántartani azt, hogy ki, mit és hol használ föl antibiotikumból. Én szerintem ezzel nagyon komoly előrelépés lesz. De az, hogy csak abban hiszünk, hogyha csökkentjük, akkor javul a helyzet, ez így nem igaz. Szerinted mi motiválja ezeket a stratégiákat, amikor megalkotják őket? Ugye minden szervezet, szinte minden szervezet komoly kritikát fogalmazott meg, hogy nincs egy komplex hatástanulmány a Green Deal különböző részeit illetően, hogy az mivel jár majd az európai mezőgazdaságra nézve. Aztán készültek ilyen tanulmányok, és azok közül mindegyik azt mondta ki, hogy érdemben fog csökkenni az európai mezőgazdasági termelés, és például a marhahús, azt emlékszem rá, azt példaként hozták, hogy abból nettó importőrök leszünk. Mi a cél emögött? Mert jó, ja és bocsánat, ezt elfelejtem is, pedig ezért hoztam ide a példát. Mind a négy tanulmány, ami készült, komoly egyetemek és kutatóintézetekről beszélünk, gondolom ismered ezeket. Igen, Kieli Egyetem. Így van, Kieli Wageningen Egyetem, így van. Mindegyik azt mondta, hogy az ökológiai következménye effektíve nullszaldós ennek az egész javaslatcsomagnak. Miért csinálják akkor mindezt? Hát most akkor kicsit a politikába is bele kell folyni, vagy a szakmapolitikába. Sose volt szerintem olyan gyenge mezőgazdasági főbiztosa az Európai Bizottságnak, mint ami jelenleg van. Sose voltak olyan erősek a zöldek, mint ami ennyire erősek most. Tehát egy nagyon gyenge mezőgazdasági főbiztos, egy nagyon erős zöld, vagy hát klímavédő, magát klímavédőnek hívja, szerintem az áttenyésztőknél, meg mezőgazdáknál klímavédőbb nem nagyon lehet, hiszen nekünk a jövőnk múlik azon, hogy normális lesz-e a klíma, vagy nem. A szélsőséges időjárás az leginkább a mezőgazdaságot sújtja. De elsőként egész biztosan. Tehát ezeket megint csak össze kéne rakni azért sokaknak a fejébe. Tehát van egy nagyon szélsőséges szűk kör, akiknek azért van egy nagyon jó szószólója, a Franz Timmermans, ne felejtsük el, ez a poliglott úr, aki nekem, hát most nem akarom én sem, meg azért ezt sokszor említettük a eddigi munkásságát, de semmiképpen nem biztató számunkra. Néhány évvel ezelőtt egy francia kopakocsekás kollégával beszélgettem, és már akkor felhívta a figyelmet, hogy itt komoly gondok lesznek ezzel az emberrel, komoly gondok lesznek azzal a helyzettel, hogy itt nagyon erősen próbálják átnyomni ezt a nagyon szűk érdekkörnek a véleményét. Úgy, hogy közben nincsen háttértanulmány, hogy te is mondod, és ez olyan 15-20%-kal emeli meg állítólag az élelmiszerek árát, és az állati termékek árát. Importőrökké válunk olyan termékekből, amiből exportáltunk, de azt is látni kell, hogy legyünk, hogy is mondjam, önkritikusak is. Például a sertésnél, az biztos, hogy nem segít a mostani sertés helyzeten, hogy 127%-ban önellátó Európa, tehát túltermelés van Európában, mert arra álltunk rá, hogy a világ egy részét azt mi látjuk el sertéshússal. És egyébként jó minőségű sertéshússal, azt is tegyük hozzá, mert az Európában előállított termékek azok nagyon jó minőségűek világviszonylatban is. És akkor itt kanyarodnék arra vissza, hogy mi lehet a megoldás. Én azt abban látom a megoldást, hogy valahogy ezt a szélsőséges lobbit arról kéne meggyőzni, hogy ők is akkor segítsék azt elő, hogy a helyi rövid ellátású láncokat erősítsük. Például Magyarországon magyar sertéshús fogyasszanak az emberek, magyar tejet igyanak, magyar termékeket fogyasszanak, hiszen ráadásul a Jóisten is ezt az országot arra teremtette, hogy ilyen termékeket előállítsunk. De ehhez képest nem ez van. És nem ez van. Nem ez van, mert most ugye a sertéspiacon ott elég komoly problémák vannak. És ugye Magyarország igazából kimerítette a nemzeti hatáskörben adható összes támogatásnak a lehetőségét. Tehát most már mi az én ismereteim szerint nem nagyon tudunk további forrásokat biztosítani a sertéstartóknak, mert ugye persze most mondják, hogy mert lengyelek mennyit adtak, igen, de a lengyelek korábban nem adtak, és ezért ők most használják ki a de minimis keretüket. Mi korábban már adtunk, és ugye most is egy kocánként 20 000 forintos igen. támogatást adunk. Egyébként, ami nyilván nem oldja meg a problémát, de azt is látni kell, hogy az Európai Unió szint
szinten pedig az uniós beavatkozást blokkolják azok az államok, akik egyébként felelősek ezért az európai túltermelésért. Ugye németeket, spanyolokat elsőként idehozhatjuk, dánok, hollandok szintén ide tartoznak. Ugye a németeknél ugye komoly probléma, ugye a sertéspest is miatt a távol-keleti piacaikat elveszítették. Igen. Így aztán a német termelés benn ragadt az Európai Unióban. És hát ez a, nagyon sokan félünk, hogy az európai sertéspolitikának a magyar sertéságazat egészen akár a vesztese lehet. Ez így van, és még szerencse az, hogy itt az Agrárgazdasági Kamara, a szakmai szervezetek és a kormány nagyon szorosan és kiválóan tud együttműködni, mert ha ez nem így lenne, akkor még sokkal rosszabb lenne szerintem a helyzet. És tényleg a magyar kormány, itt azért ezt is el kell ismerni, elment a falig, úgy, hogy persze a szakmai szervezetek javaslatokat bombázták. Gúzsba köt minket az Európai Bizottság, nem tudjuk segíteni ennél jobban az állattartókat. A másik oldalról meg azt próbálják azt a nyomást gyakorolni egész Európára, hogy csökkentsük a állati termék kibocsátást, és mondhatják azt, hogy hát azért kötünk benneteket gúzsba, hogy nehogy még több legyen a termelés. Na de hát vannak olyan országok, például Európának, például mint Magyarország, ahol pont az a helyzet, hogy már az önellátás is veszélyben van, úgy, hogy az ökológiai lábnyom nagyon jelentősen meg fog emelkedni, hogyha Spanyolországból, Németországból, vagy még messzebbről hozzuk ide a terméket. Mm. Tehát én azt szeretném látni, hogyha a klímavédők, vagy állatvédők Magyarország érdekeit is szem előtt tartva, mondjuk kiállnának amellett, hogy akkor Magyarországra ne hozzuk már be ezeket a nagyon olcsó, ezt a nagyon olcsó marhahúst, vagy nem marhahúst, bocsánat, sertéshúst. De hát ez úgy néz ki, hogy egyelőre nem sikerül, hiszen itt a lobby erők a háttérben, hogy te is elmondtad, ezek a nagy államok, nekik nem érdekük az, hogy megerősödjön Magyarországon a helyi. Így van, egyébként van egy közös gondolkodás arról, hogy Brüsszelben kéne nyomatékot adni. Igen. Ennek a fajta elképzelésnek, mert ugye a magyar lehetőségek kimerültek, de nincs tovább. Egyébként még egy témát hadd hozzak ide, így a beszélgetésünk zárásaként. Ugye nekünk vannak programjaink, ilyen promóciós programjaink, amiket a kamara visz, ugye a zöldséggyümölcs egy kifejezetten sikeres ágazati marketing volt, és van is, mert most is fut. Szerettünk volna pályázni más vonalon is, és azzal szembesültünk, hogy borra, illetve vörös húsokra egész egyszerűen nem ad fogyasztás népszerűsítő kampányokra pénzt az Európai Unió. Ez megint kinek a gondolata? Vajon ez tudományosan megalapozott, társadalmi elváráson alapszik? Vagy ez megint csak egy szűk rétegnek valamilyen vágyálma, ami egyébként lehet, hogy nem is alapszik semmin? Hát én ez utóbbira tippelnék, és nagyon csúnya, vagy legalábbis számomra nagyon veszélyes, és hát ugye a gyerekeimre, vagy majd az unokáinkra gondolván nem megnyugtató az a folyamat, ami Európát jellemzi. Tényleg az önállóságunkat egyre inkább elveszítjük, és hát ezek a folyamatok ráadásul úgy indulnak, hogy például az Európai Bizottság azt mondja, hogy a társadalmi véleményezést indít egy kérdésből, akár ebből a kérdésből. Erre válaszolnak a 450 milliós Európából jobb esetben 40 ezeren, vagy 30 ezeren. Egy olyan aktív kör, általában ez egy aktív kör, ez a vegán és a vegetáriánus, vagy az a kör, akik szeretnék leépíteni az áttenyésztést. És utána az Európai Bizottság kiteszi az asztalra, hogy na tessék, ez Európa véleménye, Európa polgárai azt szeretnék, hogy ezt az ágazatot szorítsuk vissza. És elkezdik a döntéshozatalt erre fölépíteni. Ahelyett, hogy ahogy te is mondod, szakmailag közelítenék, meg háttértanulmányokat készítenek, és megtalgatnák az országokat. Tehát innen fúj a szél, ez egész egy torz rendszer. És tehát nem reprezentatív. Egyáltalán nem reprezentatív. Alapján nem. Igen. Vannak lekövetkeztetéseket. Igen. Hihetetlen. Egyébként a számomra egyik legdöbbenetes élmény az volt, amikor azzal a szándékkal találkoztam. Azt a szándékot azt ismerjük, hogy Európában kevesebb állatot kell tartani. De azon, hogy felkaptam a fejem, hogy ugyanez a kör egyébként szorgalmazza, hogy használjunk több szerves trágyát is a műtrágyák kiváltására. Tehát ezt az ellentétet segíts meg feloltani, hogy én nem bírom, vagy van megoldás? Több ilyen ellentmondásos dolog van egyébként abban, amit tesznek. Tehát én ilyenkor azt szoktam, hogy legalább abba akkor kapaszkodjunk bele, amiben bele lehet, hát ebbe például. Mert tényleg nagyon sokáig, meg még most is azért a fő sodor az azt mondja, hogy a szerves trágya az, ami veszélyes hulladék. Tehát ez egy borzasztó dolog, hogy az elmúlt 30 évben egyik legértékesebb ásványkincsünk, mondhatjuk, a szerves trágyából eljutottunk oda,
arra, hogy az egy veszélyes hulladék. Most kezdik ezt újra átgondolni, és rájönni arra, hogy nem csak azért trágyázzuk a talajokat, hogy abba nitrogént, foszfort és káliumot vigyünk be, hanem egyéb mikroelemeket, meg a talajnak az összetétele, a víz megkötő képessége többek között, meg a talaj élet az gazdagabb legyen. Ennél sokkal többet jelent egy szerves trágyázás, mint a műtrágyázás. Erre most kezdenek újra rájönni, amit már nagyon régóta tudunk, de attól félek, és az nem lenne jó, ha ez túl későn lesz. De hogy lesz több szerves trágya, ha kevesebb az lesz a jószág? Az állat nélkül nem lesz több, az biztos, hogy bár lehet, hogy majd valaki ezt is föltalálja, mint a műhúst, de én nem hiszem, ezt írtam fel, én a műhús, pedig nem beszéltünk össze. Igen. Úgyhogy kanyarodjunk át a műhúsra. Vagy mit gondolsz, a műhús az milyen időtávban találkozhat velünk a boltok polcain? Két csoportja van ennek a műhúsnak, az egyik a növényalapú húsok, a másik pedig a állati sejt felszaporításával létrehozott szövetek. Ez utóbbi azért elég veszélyes még, elég sok olyan hormon tartalmaz itt az előállítás, meg ennek a háttere, az élettani háttere még azért nem teljesen tisztázott, tehát én óvaintenék mindenkit, hogy ezt azért bevezesse a napi táplálkozásában, ráadásul nagyon drága még. De a növényi alapú és húsnak nevezett növényi hamburger, vagy ezek a tej... De az nem hús. És nem, egyáltalán nem, ez növényi alapú. Hát ez ennek van egy szegmens, tehát van egy piac, egy réspiac, amit ki tud tölteni. Én úgy gondolom, hogy ez megtalálja a helyét, sose fog ez többségbe kerülni, ez jelenleg néhány százalékot jelent a piacon. Vannak olyan országok, ahol ez már eléri a 10%-ot is, van, ahol még messze nem éri ezt az arányt. Tehát én ettől annyira nem félnék, az viszont egy veszélyes folyamat, hogy az állati termékek brandjére próbálja felépíteni ezt. Igen, ez már veszélyesebb. Így van, tehát hogy húsnak hazudja azt, igen, ami nem az. Zsombor, záró kérdésem. Tervezi-e a Magyar Állattenyésztők Szövetség, hogy felveszi a tagszervezetei sorába mondjuk a különböző rovar előállító, vagy rovar termelő, vagy rovar tenyésztő szervezeteket, amik egyébként pillanatnyira még nincsenek Magyarországon, de azért van egy ilyen trend, tehát hogyha megnézzük az Európai Unióban, akkor engedélyezik sorra a különböző rovaroknak a fogyasztását. A rovar fehérje a szented, beléphet a napi étkezési szokásaink közé? Az enyémben nem nagyon tudom elképzelni, de hogy az emberekébe általában be fog-e lépni, ez is egy nagyon fontos marketing és kommunikációs kérdés, mert egyébként az áttenyésztőknél a rovarfehérje takarmányozási alapanyagként az szóba kerülhet. És erről sokat beszélgettünk, sok kutatás folyik, és pont az Állatorvostudományi Egyetemen ezzel kapcsolatban egyre inkább egy aktívabban kutatnak, vagy akár a magyar takarmányos előállító cégek. Úgyhogy én ebben látnám inkább a jelentőségét ennek, és nem a humán forrás. Humán fogyasztásról is van szó. Én ezt egyelőre nem szeretnék különösebben foglalkozni, és nagyon bízom benne, hogy ez egyelőre csak nagyon szűk réteget fog érdekelni. Tehát nem tervezitek az ilyen tagszervezetekkel bővíteni a portfóliótokat? Hát egyelőre, hál' Isten, nincsenek is, ahogy te mondtad, tehát még nem értünk oda, hogy ezzel kell ilyen foglalkoznunk. Majd megnézzük, hogyha oda jutunk, természetesen, hogy ezzel kell-e foglalkoznunk. Hát én szerintem egyelőre ez a veszély nem fenyeget bennünket. Jó, hát akkor szerintem ez egy jó végszó a beszélgetésünk, hogy nem fenyeget bennünket. Tehát ez a veszély, a lehetőség ugye megvan uniós szinten, de hál' Istennek a kötelezettséget még nem írták elő. Kedves hallgatók és nézők, mindenkinek köszönjük a figyelmét. Remélem, hogy jól érezték magukat itt a beszélgetés alatt. Igyekszünk hasonló izgalmas témákkal visszaköszönni a következő időszakban.